következő a harmadik, de mi övé a leggyorsabb, ez 16 pontot kapott, érted? 16! Minden diszlájkot elfordulok, ilyen hülye nem lehet senki ezen a földön, de akkor is 16! Igen, látom, Williams, Renault, ilyen nincs. Romtú, üres a plafon. A koronavírus feszélye az meg egy kicsit már túl. Úgy már zömen belehaladszódott. Reméljük nagyon izgalmas lesz. Na, most dobjuk ki akkor a papírt, és akkor tippelgessünk, hány nullra fogunk kikapni. Én 90 nullra tippelek, percenként egy gól, de hát valami csoda történik, itt csak 89 nullra kapunk ki. Eközben mindenki szépen felsorakozott, hát legalább igyekeztek nem számsorrendbe felállni. Jó, letesztelik, hogy milyen a pálya minősége, jó, lőnek pár képet a csoportképre. Na és itt van is a kezdő szettünk. Hát ebből a Dzsuzsák névűen ismerős, így fognak elhelyezkedni a pályán. Hát ebből tuti gól lesz. Mit csinálsz, hülye gyerek? Na, nézzük, megy, és teli be a kapus kezébe. Ott az emberkénk áll, nézzük kapus mögött, milyen szép a háta, hogy neki nem lehet olyanja. És már a portugáknál újra a labda. Ezt be kell rúgni, gól! Hihetetlen! Magyarország gólt rúgott és átváltozott Szabics repülővé, mert ő sem hiszi el. Úgy. Na, végre megérkeztek haverok. Ő meg ott örül magának, meg átmegy rajta. Igen, tökéletesen jól működik a fizika. A szerencsétlen kapus. És figyeld, a magyar nem lőtte túl a kapufején. Hát ezért meg kell tapsolni Magyarországot. Hihetetlen módon Magyarország Portugália 1-0. Szabics a best play játékos itt. Konkrét szerintem ő tud a 22 játékosból focizni. Na, ez be kell lőni, Szabics! Ez be kell lőni! Gól! Hihetetlen! Szabics fel is mondott, megy a Barszába játszani, mert rájött, hogy több fizettek annyit. De hopsz, elesett Szabics is, aki inkább megy, az bever egyet a kapusnak. Hát, hogyha legközelebb oda jut, akkor már nem lesz ott a kapus. Ne! What? Elromlott a trambuli. Vagy mi van? Azt a mindenségét! Sziasztok, itt Unreal és Matt, és a mai videóban megint egy ilyen... Ez remekus kit. Ha megha... Az igen. Figyeld! Ki lenne írva, hogy hamarosan folytatjuk. Meg ilyesmi. Tehát ha valaki ide kattint, akkor tényleg lássa, hogy a live az nem eltűnt, hogy nem tudom, meghalt az illető éppen live közben. Nem, vége az, hogy megint vége lesz. Na! Hoppá! Most jut eszembe, hogy még igazából csak így azért mondom el, hogy hát valami emberke majd fel, hogy visszanézem és eszembe jut, hogy amúgy szerintem úgy mikrofon némítás gomb sincs, tehát ide beront valaki, hogy bele akar üvölteni a live-ba, még nagyon megakadályozni se tudom, tehát ez így pek. Ó, bandáztok, nem tudjátok, hogy kiárási tilalom van? Jó, 8 után elmegyünk, kibasszátok meg. Takarodtok haza. Jó, hogy már nincsenek ilyen korlátozások szerencsére, de értetek. És képzeljük ezt abban a szituációban. Ennyi a faszább lett volna, hogy akik kinevelednek 8 után, Batman jön és szétbassza őket, értitek? Szerintem sokan nem örültek volna, hogy Batman körülbelül csávot neki áll szétbasszni őket az utca kellős közepén. De valljuk be, viccesebb lett volna. Te meg ribanc, na hát most erre mit mondjak? De én nem fogom... Azt a kurva anyámat! Az mi volt? Tehát az a logó mondjuk azért van ott, mert engem az szponzorál, hát nekem ilyen például nincs ilyen logom. De most egy robotnak aztán magyarázhatod, hogy ez a logó azért van ott, mert abból... Megbeszéltük, hogy mi ahányszor kiteszem, egy ő kapnak 10.000 forintot, én meg 3.000. A robot meg... Tiltás. So I'm branching out. Funny.
I thought it'd be bigger. Ne. Perilous pussycat! It's that feline femme fatale, cat woman. She's always got a trick up her paw. Pussycat. Nos, én beírtam a pussycatet. Ugye a puszi az már alapból más szót jelent. Lényeg az, hogy nagyon-nagyon-nagyon szexi macskanő. Ez volt az üzenet lényege. Jó, folytassuk. Hé, hey, csicska, hozzá kaját. Ez mi a busz, figyeld innen. Hát bazd meg! Láttam egy kecén egy sügert. Ez de, nagyobb sügert nincs. Fogas kerék! Szolgám, megyünk. Anyád szeret egyébként. Uhú, na, ugye ez milyen rákat kell, nem tudom. Menjünk. Mehetünk. Viszlát. Anyád szeret. Ez küldi neked. Menjetek már ti nokedli fejű pogácsa zabálok. Tehát Batman-esen ilyen kukát is szétvágtuk. Széttörtük. Nem tudom mit lehet egy kukával csinálni. Még nem csináltam olyan egy extrém dolgot. Azon kívül kivittem a ház elé meg vissza meg szemetet. Balfaszok. Na, megmutatom egy kis profin. De teszitek kurva tejet. Megvárjátok lő picucucút. Megfogjátok a kurva nyakát, bemasszátok a sintejelőt, elrepressz kész is. Ennyi van, mert így kell ezt. Na, hív fel anyjára, nem bírjuk elkapni tovább se. Nézzétek. Hihi, basszuk a vizet. Milyen rugásot látott. Köcsög. Itt vagyok, köcsém. De csak ilyen lábnyom, oha. Sherlock Holmes vagyok, és azt mondja, hogy 4 meg 5 az 12, szóval mi a fasz az? Gyere, csim, olyat beverek neked, hogy feláll fejed. Hú, mondj, ez az anyám szólt. Jó vagyok, nyugi. 3, 2, 1, kilövé! De ne a rendőröket üssed már. Faszért azt ütöd. Gordon gecit kell, az kész. Akkor, go. Ja, majd rázós lesz az út, majd arra figyelj. Uaj, még a nagy vágos. Vágolni kell, az a menő. A világ egyik legszebb és legnehezebb nyelvét beszélem, és rajtam kívül még több millióan értik, hogy mire gondolok, amikor azt mondom. A kettkes gecibe! Faszom! Kurva életbe már! Ulu bulu 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 ulu bulu